kicsomizók, Mimi vagyok, és itt van nálam egy challenge boríték. Már nagyon izgatott vagyok, hogy mit rejthet. Nézzük meg, hogy mi lesz a mai kihívásunk. Készíts sóliszt gyurmát. Azta de király! Imádom a kreatív feladatokat. Itt van a kis tálkánk, ebben fogjuk megcsinálni. Jöhet hozzá a liszt. Ezt szépen beleöntjük. És itt van a só. Így mi. Leveszem a karkötőimet, nehogy összekoszoljam őket. A gyűrűmet is. És a másikat is. Feltűröm az ujját, és indulhatunk is. Ezt szépen kézzel összekeverjük. És hogyha megvolt, akkor jöhet hozzá a többi dolog. Itt van egy kis víz, és az olajunk. Egy kis kanál, még egy, jöhet még egy, na még egy kicsi. Így mi, így már biztosan jó lesz. Meglátjátok, hogy ez nagyon szépen össze fog állni. Picit ragad, de mindjárt megleszünk vele. Így mi. Nagyon királyul össze lehet gyúrni, könnyű vele dolgozni. Jöhet egy kis ételfesték, hogy szép színes legyen. Ú, de király lesz! Beledolgozzuk ezt is. Én ilyen szép pirosat fogok most csinálni. Lehet, hogy egy picit rózsaszínes lesz. Összegyúrjuk. Látjátok, hogy milyen szép színes lett már az egész? Pont olyan színe van, mint a kis tálkánknak. Szerintem ez jó is lesz lassan. Most ebbe kiszedjük. Tök jó, hogy ennyi maradt. Ezt fel tudjuk még használni másra is. Most pedig jöjjön egy kis csillám. Az nem maradhat ki belőle. Így mi? Ez az ezüstös király lesz. Nagyon jó. Most jöjjön hozzá még ez a kis csillag alakú is. Jól feldobjuk vele. Meg is vagyunk. Jöhet a tálkánk, hogy ne az asztalt koszoljuk össze. Na, mit is csináljunk belőle? Mit szólnátok egy kis cicához? Király lesz! Ezt szépen kiszedjük, hogy legyen neki szép fülecskéje. Látjátok, már is olyan, mint egy cica fej. Eligazítjuk. Így mi? Jaj, de cuki leszel. Megformázzuk a kis pofikáját. Ezekből a gulyócskákból lesznek a szemei. A másikat is rátesszük. Itt van a kis pofikája. És a nózia. Most készítünk neki bajszocskát. Figyelünk arra, hogy szép vékony legyen. Jaj, de cuki! De még nem vagyunk kész. Először kidolgozzuk a fülecskét, aztán egy kicsit kicsinosítjuk a pofikáját is. Jöhet egy kis csillám. A csillámot szépen ráöntjük a fülecskére. Így mi. Azt, amilyen királyul néz ki. Ezt szépen eligazítjuk. Nagyon csini kis cica leszel. Még egy kicsit kidolgozzuk azért a pofiát. Így a szájánál. A szemecskéjéhez gyöngyöket rakunk. Tényleg olyan, mint egy kis cica. Kár, hogy az életben nincsenek rózsaszín macskák. Annyira cukik lennének. Nagyon cuki lett. Ez a sóliszt gyurma nagyon-nagyon király dolog. Tök egyszerűen el lehet készíteni, és nagyon egyszerű alapanyagok szükségesek hozzá. Ki is tudjuk sütni, hogyha szeretnénk. Próbáljátok ki ti is! Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel! És írjátok meg Instán, hogy ti miket szoktatok készíteni gyurmából! Pápá! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!